Ugye akkor, ahol abba hagytuk, az a másodbeli vádlott magának elismert e-mail üzenete, és ezzel kapcsolatosan a bírói döntés, de az általam ismertetett a 8.1.1, 11 és 18-as oldalszámai között nem csak a bírói döntés szerepel, hanem a szintjelent helyreállítása nevezeti program is, ami mellé került. Ezzel kapcsolatban a ismertetésre is került szóban, ugye a FOTI találkozó alkalmával ennek a szintjelent helyreállítása, de akkor ezt külön is ismertetem. A magyar embernek, aki lélek szerint magyar, az isteni természeti rend a szívére van írva, és belülről fakadva tőlük utat magának. Egy magyar lelkű emberben él az igazságérzet, a lelkiismeret és a beleérző képesség. Szintjelent helyreállításának ez a három alapüdére. Az igazságérzet mutatja az utat, a lelki ismeret terelget rajta, és a beleérző képesség segít úgy járni rajta, hogy azzal másoknak ne ártsunk. Vissza kell hát térnünk a római rabszolgásító jogból a szintjelen kölcsön alapuló rendre. A szintjelen helyreállítás a szívből fakadó igazság segítője kell, hogy legyen, nem lehet szembe a lelki ismerettel, nem nélkülözheti a beleérző képességet. Láthatjuk saját bőrünkön, érezhetjük a római jog hová korcsosult. A jogot védik az igazsággal szemben. Elnyomják a lelkiismeretet, nélkülözik a másik helyzetébe való beleélést. Az elitet védik a köznéppel szemben, a gazdagot a szegénnyel szemben, az elnyomó hatalmat a szabadságra törekvő emberekkel szemben. A szintjelent helyreállítás megérzi és összegzi mindazt, ami hagyományainkban, valós történelmünkben az örökké való értéket képviseli. A szintjelent helyreállítás résztvevői, az a peré, a vádló, a vádlott, a nép és a bíró. A vádló maga a károsult áll a vádlottal, a kárt okozóval szemben. Ugye, ahogy ez nincs ügyvéd, mindenki magáért, tetteiért, saját maga vállal felelősséget. A nép, azon igaz lelki magyarok, akik érettek a hatalom szintje értékrendben alapuló uralom gyakorlására. Feladata az eset megvitatása, a bíró elé tárása. A bíró előre látó körültekintéssel vizsgálja az ember, nem csak a tettet, és ez alapján dönt, mi a legcélra vezetőbb az isteni természeti rend helyreállításához. Jó, rendben. Magára erre az okirattal kapcsolatosan, illetve az a FOTI ismertetésével kapcsolatosan, vagy akár ebben az e-mail üzenetben való megküldésével kapcsolatosan van egy külön észrevétel bárki részéről. Ha nincsen, akkor kérdeznék a másodrendi vádlottól először, hogy ez maga, tehát hogy ez a szintjarend, meg a, ebben van egy gondolkodás. Ez kitől származik? Ez közös termék, vagy ez az öné, ez az önbírói produktuma, vagy nem? Ez hogyan? Ezért kíváncsi lenni. Hát mivel, hogy ugye... Mert ez egy eljárás, igen, igen. Nép, vádló, nincsenek ügyvéd, tehát ez egy konkrét kitalált eljárás, nem tudom, viszonylag szűkös, de eljárás rend, amit tartalmaz. És van egy kontraszt, tehát ugye nem, a nem, hivatalos nem, jog és igen. Az igazság, a belülről fakadó igazság. Nem lemásolni akartuk a mostani jogrendet, illetve eljárásrendet, hanem ez egy kezdetleges gondolatkísérlet volt a részemről, hogy hogyan működhetne esetleg másképpen, máshogy egy ilyen szimbolikus igazságszolgáltatás, és ez lett. Tehát ez a, én úgymond az én termékem. Jó, megértettem, ez nem megbeszélés, ez nem, nem az önprodukcióma. Engem csak pusztán ez érdekes, hogy többi értettem egy külön kérdésem, de van-e válaszom másnak külön kérdéssel? Ezen kifejezetten a szintjelen helyreállítása, eljárás rend, illetve a ezzel kapcsolatban megfogalmazottak szerint. Készülnek esetleg? Azt egy kérdésem lennék, köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy a rendek, mint olyannak a helyreállítása és a szimbólum között mi az összefüggés, mi a különbség? Van-e különbség, vagy ez ugyanaz? Mit jelent ez pontosan? Próbálom értelmezni a kérdést, tehát, hogy a mit szimbolikusan megjelenítünk, arra vonatkozik, és hogy aznak a rendbetételéért mit tettünk volna. Igen. Ugye erről van szó.
Így van, igen. Erre irányú kérdés, hogy ez a szimbólumban milyen összefüggésben van. Itt ugye le van írva ez a program, hogy kéne ezt helyreállítani. Ami így azt van, is feltételezi, hogy ez már volt egyszer. Mert helyreállítani azt lehet, ami már volt. Vagy rosszul értelmezni. Így van. Tehát nyilván ez egy olyan erkölcsi alapokon nyugszik, amit, de erről már beszéltünk szerintem még a... Tehát ha már volt, akkor az nem szimbólum, az már létezett. Mikor létezett? Ez a szitja értékrend? Igen, mikor létezett? 1945-ben létezett? Nem, ez sokkal tovább kell visszanyúlni ebbe az időben. A szitja értékrend, mikor létezett, azt a krónikáinkból, ugye akár a képes krónikából, akár a gesztából, akár... Erről van szó, nem szitja érték, szitja rend, helyre kell állítani, tehát amikor már létezett. Tehát magát az értékrendet kell helyreállítani, én ezt értem ezen. Tehát úgy rend, mint ugye a náci Németország volt, hogy a rend, tehát nem úgy kell ezt értelmezni, hanem mint értékrendet. Mint az ottani értékrend? Hát amit történelemben is megtanultunk, hogy milyen volt a szitja értékrend, én erre gondoltam. Tehát ennek a visszaállítása. De mikor létezett? Hát szerintem, amit megvolt ez a történelmi keret a szitja népeknek, ez folyamatosan. Akár a pártus birodalomtól kezdve. Köszönöm. Bármilyen iszülítetezett, és nincs kifejezetten erre a dokumentum, ezzel kapcsolatosan akkor van iszülítetezett. Első rendi bármilyen. Igen, az kiderült, hogy nem beszéltük meg, de úgy látom, hogy ez egy, a kérdéssel kapcsolatban, hogy ez a szitja, ez valahol be van. Ezt nagyon sokat emlegetik, hogy egyet többet. Nem rendszerváltásról van szó, pláne nem fegyveres rendszerváltásról van szó, hanem ahogy összerezonáltunk, mert nem beszéltünk meg az Áronnal, gyakorlatilag sose semmit, beszélni is nem nyitunk vele, hogy ettől függetlenül azért az akkori találkozó, a foti találkozónak az ön által is bejátszott videó részletének a végébe, én ugyan nem szittyáztam, de erről beszéltem a testélek szellem egységének a rendbe hozatalára, amelyet szimbolikusan minden egyes találkozón, amikor erre mód volt, akkor egy ágyék körület, egy ilyen védő, ölelő, melegséget adó, és ez a melegséget, tényleg melegséget adó kör létesítettünk. Azt hiszem, akkor anyukátok is ott volt, anyukát, talán anyukát is, nem emlékszem pontosan. De én erre tudok asszociálni, hogy a tiszta erkölcsi értékrendnek az újra a fogalomkörbe hozása, nem pedig, ha már így elhangzott, ez a személytelen római jog című fejezet, amiről megint sokat lehet hallani, mert előhozták most meg a természetjogot, hogy valami baj van itt a tengerészetben, mert hogy a tengerjog működik, vagy valami hasonlókat hallok. Tehát én így tudom ezt a dolgot asszociálni, összecsengek azzal, amit az Áron itt leír, nem összebeszélve, de a testélek szellem szimbolikájával tényleg egy lelki, szellemi rendszerváltásról beszélünk, amelyről szerintem egyre többen megint csak igét hirdetnek. Úgy mondják, hogy a jog az a jusz, a vallás az a fasz, és a erkölcs az a mosz, latinul. Mind a három értékrendet akar, és mind a háromnak lehet valamiféle leírása. A szitja rendnek van-e valahol leírt formája, hogy mi minősül a szitja rend szerint erkölcsösnek, és mi minősül erkölcstelennek, van-e tanítása, ahol ezzel olvasható. Ezt kérdezem első, másodrendű vádlottól, hogy van-e ennek valamiféle idézőjel, és akkor most mindenki írt, hogy gondolom, bibliája. Nincs válasz. Nincs. Van válasz. Nincsen. Tehát így összeszedve, hogy szitja rend, vagy szitja értékrend, így igazából így nincs összeszedve. De... Tehát, hogy ugye most a szitja népek egyáltalán nem tárgya, de a vándornépek, hát a varégok, vikingek erkölcsisége, az merőben az asszonyokat öljük meg ha lehet, akkor a gyerek.
Tehát az a fajta erkölcsiség, az nem erre gondoltam. A kalandozó magyarok erkölcsisége is, hát mi meretesebben fogjuk fel, mint mások, ahogy ezt átérték. Aztán, vagy az állatokkal hogy kell bánni a nomád állattartás keretében, vagy melyik az a korszak, talán ezt firtatta az ügyész, de ez már egyébként meghaladott, mert szerintem én ezt már valóban kérdeztem korábban is, hogy melyik akkor a Szent Istváni értékrendnek intelmek is elhangoztak korábban, vagy melyik az, hova nyúljak vissza, amikor keresem azt az erkölcsi alapot, van-e annak leírása, amire ez visszahivatkozik, ez a szintjelent helyreállításokat, vagy ez belülről fakad, és csak a gondolatokság. Hát nyilván ez a belülről fakadás, de egy példát mondanék, tehát, hogy ezek a szitja elődeink például nem leigáztak népeket, hanem meghódítottak népeket, és akik az ő oldalukra álltak, tehát nem rabszolgásították a legyőzötteket, hanem összeházasodtak például utána... Tessék? Poligámia vágy? Nem. Tehát a két népnek a fiataljai. Van erre mondjuk előírás az erkölcsi gyermekeség? Hát ez egy nemiség volt, én úgy tudom. Természetesen a szakállás szakirodalma van, csak utána kell keresni a Google-ja barátot. Nagyon sokat írtak erről és foglalkoznak. Szitja, néha szkíta népeket emlegetnek, sőt a orosz hadügyminiszter, és nem azért mondom, hogy most megint az oroszokat emlegessen, tudom, ilyen rossz idegződés lehet, de az orosz hadügyminiszter éppen akkor tájt, amikor volt ez a kulcsi találkozó, akkor nyilatkozta le egy szkíta sír föltárásával kapcsolatban, hogy genetikailag föl kell támasztani újra a szkítákat. Biztos tudhatott valamit. A mi új vezérkari főnökünk Böröndi úr az pedig kapásból azt mondta, hogy a szkíta honvédelmet, illetve a szkíta módon kell a honvédelmet kezelni. Nem tudom, hogy ő szakirodalom honnan vett, de... A bibliáját kérdezem, ahol megtudom, hogy mi erkölcsös és mi nem erkölcsös, milyen életet kell élnem, elolvasom és a mindennapjaimat akkor... Ki tudok ajánlani, hogyha arról van szó. Igazából úgy van ez mostanában, tehát úgy jött át ez a szkíta erkölcsösség, mostanában, hogy a Szent Korona és a Szent Koronával kapcsolatos alkotmányos gondolkodás. Tehát a mostani modern korban már nem a szkítákat emlegették, hanem a Szent Korona alkotmányát és a Szent Koronára való hivatkozást, hogy nem ember uralja, vagy embernek látszó tárgyak uralják itt a pénzt, hanem lényegében egy emberek fölötti hatalom birtokolja azt az erkölcsi magaslatot, amit nem lehet megdönteni. Nekem ezt jelenti. Akkor kérdezek így, mert nem tudok utána nézni, hogy a szkíta rendben, a szkíta vagy szitja rend szerint uralkodónak, akkor hatalmában van nem csak másokat letartóztatni, hanem halálra is ítélni. Vagy nem így van? Nem tudom, nem értem. Elveheti a másik ember életét, a szkíta szerint értem. Nem értem abban a korban. Egy biztos volt, hogy az önvédelemnek a jogát nem tilthatta meg senki. És valahol még talán még az aranybulla is ahhoz az erkölcsiséghez kapcsolódó, beszéltünk korábban róla István herceg, vagy Imre herceg intelmeivel kapcsolatban, hogy ott is ez a fajta erkölcsiségi gondolat ment át. Ha igaz bármi abból, ami ott le van. Csak kérdezem a rendet, tehát akkor a rend, abban belefér-e, hogy aki az hita, szikja rendet magáénak tudja, és ő a hatalom gyakorlója, az elveheti a más ember életét, nem önvédelemből, hanem büntetésként, tehát mondjuk kínzásnak, embertelen bánásmódnak van-e helye a szikja, a szkitta rendszerint, vagy ebben nincs ilyen? Ebben én már nem vagyok kompetens ebben a témakörben, mint hogy nagyon kevesen, de annyit tudok hozzáfűzni, hogy ebben a rendben, meg a mi saját logikánk szerint senki saját célból, vagy öncélból, vagy haszonszerzés céljából nem gyakorolhat hatalmat más felett, és elvenni az életét is csak a rend helyreállítása okán teheti meg. Nyilván akkor egy háborús korszakok voltak, nem úgy, mint most, hogy béke van, de ennek megvolt egy másfajta dinamikája. Most úgy tudnám ezt összeilleszteni, hogy a kvázi a Mózes törvényeként megikletődött római gondolkodással, párhuzamosan, vagy azzal egy párhuzamosan futó gondolatvilág.
gondolatvilág, ez egy mítosz, mitológia, így is van előadva, aztán most egyre többet hozzák elő, hogy ennek talán van valóság alapja. Egyébként Áronnal vitatkoznék, úgy tudom, hogy a hunoknak talán több felesége is lehetett, nem tudom, de ők lehet, hogy már nem szkitták volt. Köszönöm. Azt meg akkor érteni vélem, hogy bár nincs ügyvéd, meg nincs védő, de Szabó Tamás akkor a nép hangján mégis a védelem hangján szólt, bár nem volt védői ügyvédi pozíció ebben az eljárás rendben. Nem is kérdezett ezzel kapcsolatban, csak kifejtettem hangosan a dolgát, mert alapítottam észrevétele. Hát, mint mondtam, ez egy gondolatkísérlet volt, tehát nagyon kiforrott dolog. Tehát ez menet közben, hogy Tamás úgy jelentkezett ügyvédnek, úgymond. Tehát, nem, a felvételen így hangzott rá, hogy ön is mondta, hogy nincs helye, saját magát védi, tehát igen, fejezetten nincs ügyvéd, nincs védő, viszont van a nép, és a népnek a hangján szólatról Szabó Tamás, a mellettük is, meg ellenük is lehet a népnek szólni, hiszen az az igazságérzetnek a megfogalmazás, és én így értem ezt. De ugye azért, mert ők is meg voltak hívva, és mivel nem jelent meg senki, ezért kiállt a védelmet. A magassági eljárása van, hogy az ez van. Úgy hívják egyébként, ha valaki nem akar részt venni az eljárásban, magassági eljárás. A neve. Ez de, is régi név. Hát ezért, de mi nem vezettettük el őket. Értem. Ha nincs más, akkor tovább haladva. Ismertettem a vádirat 13. oldal 1-2-3-4. Bekezdésű, remélem ez rövid lesz, a gyermek családi jogállásának rendezése, utóbb Karocsai járásbíróság, 6P 20300/2020/18-as szám 2020. szeptember 10. napján kelt, november 6. napján jogerős ítéletével megtörtént. Innentől kezdve Posta Imre elsőrendű vádlott figyelme inkább a magyar alkotmányos rend megváltoztatására irányuló lépési irányába koncentrálódott. Ezzel bekezdéssel kapcsolatban nyilván egyetlen okirati bizonyíték, amit felhívok maga az ítélet. Ez itt a 8.1.1.56.58. oldalról, illetve a 76. oldalról is megjelöltem valamiért. Ezeket ismertettem. Talán itt kevés BT-ről szól ez az ítélet. Hiszen ugye a Karocsai járásbíróság hozta meg ezt az ítéletet, a említett dr. Mózes Ákos volt az esetügyám, aki képviselte ugye a felperest magát, a kiskorút és a perben állított alperesek pertársaságban első és másodrendű alperesekként a hatod és hetedrendi vádlott voltak, illetve heted és hatodrendi vádlottak pontosabban. A rendelkező szerint megállapította, hogy a Dusnokon 2019. szeptember 5 napján született Kovács Péterként anyakönyvezett felperesnek, Karocsán 1984. május 24. napján Fenyősi Ágnes anyától született Hódobán Ágnes elsőrendű alperes a vér szerinti anyja. A illetéket az állam viseli, fellevezési jogot, illetve ezzel kapcsolatos kioktatást tartalmaz még a rendelkező rész. Az indokolási részből összefoglalva, de azért az érdemi részt is kiemelve, gyakorlatilag semmiféle ellentmondás nem merült fel a perben. A tényállási részben rögzítették, hogy mikor kötöttek házasságot az alperesek, és hogy szeptember 5. napján született a házasságukból a gyermek, aki anyakönyvezésre nem került, és képzelt szülői adatokkal később anyakönyvezték, majd a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal nevelésbe vette, családból kiemelve, rendőrség közreműködésével hajtották végre. A felperes és az alperes ezúttal ugyanazt akarták. Tehát a felperes azt kérte, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy első alperes az anya. Az alperesek szintén ezt kérték. Megalapozottnak találta, gyakorlatilag az érvelés szerint nem volt szükséges ezzel kapcsolatban semmiféle biológiai vizsgálat sem, hiszen minden adat egy irányba mutatott, leginkább olyan orvosi adatokat is citált az indokolásban, mert büntetőeljárásban is bizonyítékul
szolgálunk így szülész nőgyógyász által kiállított iratokat, Viki György által készült vizsgálati lapot példaként, amit már mi magunk is a tárgyalás anyagává tettük. Magát azt a tényt is felhívta a polgári bíró, hogy hát abból a körből került kiemelésre a gyermek, közvetett úton ez is azt bizonyította, hogy az anyától származik is ez a gyermek. A bíró nevére hívnám fel a figyelmet, dr. Bagi Attila Zsolt bíró járt el ezzel kapcsolatban, és nem az a bíró, akinek korábban küldték a különféle iratokat, vádlottak. Így van, a 76. oldalon pedig jogerősítése történt, meg gyakorlatilag az állandékolással, tehát az első fokon jogerőre emelkedett járásbírósági döntésnek. Gyakorlatilag mindenki erről számolt be, azok illetve az időkot ismertetlen, van valakinek észrevétele, nincsen észrevétele. A 81.1, annól a 68. oldalon található bírói beadvány. Ezt a Kalocsai járásbíróság a Peres Iratba 2.17-es szám alatt rögzítette, hogy az ítéleti szám az már mennyi volt, de ez a 18-as volt, tehát 17-es szám alatt szerepelt ez a polgári feliratoriban. A Kalocsai járásbíróság elnökének írt per bíró, dr. Prisiné, dr. Szamosolgyi, Kiskori Kovács Péter felperesnek, Kodován Ágnes és társa alperesekkel szemben anyaság megállapítása iránt folyamatban lévő perében dr. Prisiné, dr. Szamosolgyi Dóra eljáró bíró bejelentem az elfogultságomat, mivel tőlem az ügytárgyalatos megítélése nem várható. Bejelentésemet azzal indoklom, hogy az ügy rám történt szignálása óta az alperesek hetente több alkalommal megküldött beadványokban folyamatosan becsmérlettel fenyegetnek, gyalászkodó drágán az ügy súlyához méltatlan hangnemben követelik valamennyi az ügyben eljáró hivatalos személy lecsukását, megbüntetését, egyes hivatalok vonatkozásában már csatolták azok idézőjeles halálos ítéletet. Ezen túlmenően az alperesek törvényi kötelezettségi teljesítése helyett az általuk preferált szervezet gyűlésén vesznek részt, ahová engem is több ízben megidéztek ezeken a gyűlésükben bírósági tárgyalást imitálva ügyintézőket, rendőröket, bírákat és más közfeladatot ellátó személyeket ítéltek általuk kreált törvények alapján halálra, illetve jó magamat és a tisztelt elnök urat is beleértve átvizsgálásra és kivizsgálásra. Mindezekkel figyelni, mert az úgy tárgyalatos megítélése nem várható, ezért bejelentem az elfogultságomat dr. Kisiné, dr. Szamosolgyi Dóra bíró. Az ügyet a 6P tanácsra osztom át, vezette rá az elnök helyettes. És akkor így született meg később más bíró által bírói. És van egy az ismertetett okirattal kapcsolatban ügyész észrevétele, másik észrevétele, nincsen észrevétele. Vádirat 13. oldal. Postainkra elsőrendű vádlottnak B-kör levelezési listájára feliratkozott személyeknek, így köztük Kovács Áron Dezső másodrendű, Ferencini Apusányi harmadrendű, Ország László Zsolt ötödrendű vádlottaknak is az alkotmányos renddel szembeni erőszakos kiállása fokozása érdekében 2021. április 7. napján 11:59 percben a következő üzenetet küldte el. Aki egy kicsit ismert, mutatja, hogy nem vagyok irányítható sem vezethető, és így nagyjából elég pontosan tudom, mit és miért teszek. Úgy, ahogy éppen nem teszek. Vagy ahogy éppen teszek, vagy éppen nem teszek. A stratégia nem taktikázás. Bárki bármit gondolhat felőlem, aztán úgy is úgy lesz, ahogy megmondtam. Hogy támogat-e, vagy nem, nem értek
kezdtem, magam is fejezem be, ha nincs más Puste Imre elsőnapi vádlat, ugyancsak elterveztem, hogy a további kommunikáció leplezése érdekében 2021. július 10. napjától valamennyi vádlott és ügykör további tagja a szignál elnevezésű üzenetküldő alkalmazást használják. Ehhez a bekezdéshez két bizonyíték. Azt hiszem, hogy az eljárás korábbi szakaszában az egyik e-mail már tárgyalásra került, a másik pedig a szignálra fog vonatkozni. Tehát a ismertetett rész 8.2.34.10.11. oldal a digitális iratokból, illetve 19. oldal. Ez a Lacinak írt, de hogy ez most ki ez a Laci, Ország László vagy más Laciról van szó, szerintem így került ez korábban szóba. Aki írja, Laci végre egy higgadt hangon csendben, nincs mit hozzátenni. Tibor benned még nagyon fresh, az élmény is nem érted még, de meg fogod tapasztalni, nyugi. Nem mondtam, hogy nem lehet kritizálni, sőt kifejezetten, mat kérdője, miért, mi van a mattal? Ott voltatok, mikor átbeszéltük többször is, mire lenne és micsoda jó. Ez nem így működik, már csak tudom. Minőségi ember nélkül emberkedni. De hát ha már mind elértek a családi nirvánát és odahaza rend van és békesség, meg megértés, szeretet és elfogadás, akkor kiállhat bárkinek az útjába, aki így él. Már elnézéseteket sem kérem, de aki kicsit is ismer, tudhatja, hogy nem vagyok irányítható, sem vezethető, és hogy nagyjából elég pontosan tudom, mit és miért teszek, úgy, ahogy vagy, éppen nem teszek, tehát itt az idézet rész. A stratégia nem taktikázás, bárki bármit gondolhat felőlem, aztán úgy is úgy lesz, ahogy mondtam. Ez nem változott eddig sem, és eztán sem tervezi, ahogy látom, hogy támogatok. Nem érdekel, magam kezdtem, magam is fejezem be, ha nincs más. Ha van, akkor mással is. Úgy tűnik, vannak mások is, akikkel egyek vagyunk. Csak tudjátok, most idehaza is tartanom kell a frontot, vele életében először táppénzem, és nem tudom, meddig tart, de remélem, hogy ő is életcélt ér el. Így, ha nem tűnök optimistának, az nem a helyzet miatt van, hanem az emberi anyag fejlődés képtelenségének láttán. No, az nem adott semmi emberire. Az egyik rész, amit akkor az e-mail a vádnak az idézetével kapcsolatosan beemeltem, és akkor nézzük ezt a szignált, hogy ez hogy volt, itt van a 19. Nem, hogyha lehet, akkor a végig olvasnám, mert el fogom felejteni. Annyi, hogy ezt tisztát kapálj, nem az ötletet felfogtál. Tudom, erre jeleztem, hogy meg fogja tudni tenni a pitvéd ura, aki szerintem csak tényleg és vonatkozó okiratokat hagy ismertessen. Ugyanúgy a Picker levelező listájából kiemelt rész, ez a szignálos dolog is. És ez úgy, hogy egy levél folyamban jönne, a Tóth Kitta írja, és azt hiszem, hogy igen. Sziasztok! Most jutottam odáig, hogy olvasgattam, hát olvasgattam visszafele a levelezésben, bár nem mindent, nagy székelyben veletek voltam először, jó energiákat igazi akkumulátorként létező szabad lelkeket érzékelve. Bármint nincsenek végezetek, bármint ontoltok is vagyunk már, akiket összefújt a szél, és egymásból is szívesen töltekezünk, hisz ez jelen esetben már nem energiaelvonásként és leadásként működik, hanem pozitív energiatöbletként. Első körben egy fontos kérdésem lenne, ismeretek-e a protonmért, és a szignál alkalmazást Viber, Skype helyett kérdőjel egyik sem kontrollált, lehallgatható és hozzáfölthető imite, tehát van egy ilyen, és szeretettel Kriszta aláírás szerepel még rajta, és erre tűnik válasznak, hiszen ez szombaton,
július 10, 9 óra 15 perckor kelt, és erre válaszol Bódoki. Ugye most ennyire elsőrendű vádlottnak tudunk be, 10 óra 9 perckor, itt a nincs nem lehallgatható rendszer. Protonbélesek voltunk, aztán egyszer csak használhatatlanná vált, elérhetetlenné a gépekből, de biztosan véletlen, azt hiszem jó a kiejtésem. Én nem titkolózok, bár belátom, hogy semmi értelme nincs, most amire tettem le hívást, most amikor tettem le hívást van, szignál a fokrén, az jó lesz, kérdőjel van mögötte, és üdv Imre! És akkor erre van egy ugyanúgy a Kittától 11 óra 9 perckor egy válasz, hogy jó, értek mindent, nincs is több kérdésem, kérdésük legyen a szolgálatoknak, és akkor ilyen kacsintós tojás, vagy napocska, vagy tudom én, hangulatjel. Például meddig mehetnek el, hogy ne a karitjánkkal ezt találkozzanak. Oké, vettem az adást, megint tojásodunk. Úgyhogy ennyi a szignál kapcsolatban, amit én látok kiváltatéként, és akkor a másiknál pedig valóban akkor rögzítsük az ismerkedésem, mert magam is jeleztem itt, hogy ez már korábban a tárgyalás anyagával vált, és ezzel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a Lászlóként megnevezett személy az vajon ötödrendű vádlott-e vagy sem. Ez ismerkedés részt hívjuk. És akkor most van egy egész észrevétel bármelyik a kapcsolatban. Minden észrevétel van. Először az 2021. április 7-i e-mailre, csak röviden, megjegyzem, hogy az e-mailnek nincs semmilyen államellenes tartalma. A szignállal kapcsolatos üzenetváltásra pedig annyit szeretnék megjegyezni, hogy tényszerűen megállapítottam, hogy soha nem használták a szignált a Bigot tagjai kommunikációra. Ennek eltervezésére sem került sor az üzenetváltás tartalma alapján, egy felvetés volt, amire az elsőrendű vádlott válaszolt, és még annyit jegyeznék meg, hogy még ha használták volna és a szignált, az önmagában bűncselekményt nem valósít meg. Másod, harmadik, és hát az önmagában bűncselekményt, hogy önmagában van egyszerűen. Csak annyira akartam mondani, hogy a felolvasott bizonyíték alapján teljesen végül kapok a vállalásától, és segít a vállalatban, hogy a kommunikáció lehetőségi értekében vállalkoztak. Hát egyrészt nem vállalkoztak, másrészt a postai vállalkozásban egyértelmű volt, hogy nincs lehallgatva. Nekem is egyrészt, hogy ez a sokadik iratellenes megállapítás a vádiratnak. Másik meg, hogy már korábbi tárgyalási sorozat, de ezt tisztelvessük, hogy ez a László, ami semmi közöttet a rendi vállalatot. Kötődendő vállalatot, teljesen független. Szóval, ahogy is van írva, a díjnyelvelően a díjmet címnak. Szignálról korábban is beszélt, de elsőrendű vádlott van-e észrevétel? Szerintem a vádirat pont azt támasztja arra, ami nem történt, ahogy egyébként már korábban is. Tehát olyan állításokat fogalmaz meg, amelyek nyilvánvalóan nem igálva lett. Az a erősebb hangvételű levél, amikor a feleségembe is utaltam, hogy most otthon fekszik betegen, és én is dolgozom, tehát nem érek rá mindig a bieségkel foglalkozni. Az meg szerintem egyértelművé tette, hogy itt már akkor is azt mondtam, hogy ez a magyarság, beszélgettünk róla, hogy egy fán szart nem ért. Tehát nem, hogy már elnézést attól, aki ezt nem így gondolja, ez is csak egy kijelentés. Tehát ezzel nem lehet mit csinálni, ezzel nem lehet nyulat ütni, nem arra való, hogy összefogjuk, vagy bármi ügyeket elintézünk. A terápiás érdekel nyilván ment ez a kommunikáció, ez is egyértelművé tett téve, hogy azt senki nem vette, és nem is vehette komolyan, ami ott a levelező listán is zajlott. Nem is értem, hogy az ügyészség képviselője hogy meri venni a bátorságot, hogy ezt így előhozza. Viszont a kérdésem lenne, hogy melyik időszakban voltak protonbélesek? Talán legelőször, mikor
amikor így összejöttünk a Lőrincélával, mert én nem értek a géphez, nem is foglalkozok vele, és az alapfilozófiám az volt, hogy mindenről tudjon a szolgálat, hisz velük kommunikál. Tehát amit írok, amit beszélek most is, ami elhangzik, ez csak egy térbe kikiáltott szó, de igazából nekik szól, hogy vegyék alapot. És én úgy emlékszem, nem vagyok benne biztos, mert nem is érdekelt akkor se, talán egyetlen egy e-mail sem ment ki tőlem, mert nem működött. Lehet, hogy a Ákos intézet annak idén, nem vagyok benne biztos, mert ez nagyon-nagyon az elején volt még. Még lehet, hogy az Ági előtt még, nem tudom. Tehát ez nagyon akkori dolog volt, tőlem talán még egyetlen egy levél sem menni, köse tudtam rá csatlakozni. Mert nem is érdekel. Én ezt a bookboardot itt használtam mindvégig, erre ráállt a szakszolgálat, ez legalább biztos, ezt tudni. Értem, de volt időszak, amikor ez a protonmér. A protonmér szóba jött. Tehát nálam nem működött, tehát protonméresek volt, mert valaki azt akarta, hogy csináljunk egy ilyen protonméres valamit, hogy ne az egyik citroméről, a másik fréméről, a nem tudom miről beszélgessen. Nem azért, mert titkaink voltak, én mondtam, hogy akkor se szorgalmaztam ezt, mondtam, hogy nincs titok. Tehát a mi alapvetésünk, az én alapvetésem az, hogy nincs titok. Nekem sincs titkom, és nyilvánvaló, hogy ezt szeretném tudni, hogy nem is titkolhattam korábban semmit sem. Mással kapcsolatban. Szeretném, ha másnak se lenne titka, mindjárt más lenne a világ. Jó, de csak kicsit, hogy kitartkozzak önne, a protonmért, akkor nem az ember, de a szövegkörnyezetben úgy tűnik, hogyha használták is egy időben, akkor azért használták, hogy az mégiscsak titokban maradjon, amit egymással váltanak levelet. És most is ez a hölgy, mindegy, hogy kicsoda, fölveti, hogy ismeritek-e a protonmért, jó lenne, a szignálon elviccelődik, ezt megértem, és hogy nincsen, de a protonmérre meg elmondta, az meg favatkát sem ér, mert nem is működött, mert valami nem működött. Tehát volt idő, mikor működött, amikor ezt használták, és abból úgy gondolom a levelezés, hogy azért használták, hogy még a szolgálatok se tudják olvasni, amit ott írnak. Nekem ez soha nem volt igazán kritérium. Én ezt a saját e-mail címet, amiről itt hivatkozva a Dr. Dubon, még ezt is a fiam intézte annak idején, annyira nem érdekel a gépnek a működése. Én ezt, tehát erre igazából már szót sem vesztegettem volna, egy biztos, hogy nem azért született annak idején a gondolat se a protonmérre, hogy mert valami titkos szerveződésünk van. Valaki felvetette, mondom, talán az Ákos, de lehet, hogy valami külsős, hogy az nem is tudom, valami sokkal gyorsabban működő, vagy nem tudom, mi volt az indoklás, ez engem ellenrendűen nem érdekel. Jó, rendben, megértem. Köszönöm szépen. Itt az e-mailből kiragadott rész, ugye ennek a háttere az, amikor Imre mondja, hogy engem nem lehet irányítani, meg egyedüliség, hiszen ez a Lőrinc Évás Pucsnak egy válasz levele volt. Tehát ezt az Évás dologra írta Imre, hogy engem nem fog irányítani, és ugye, hogyha ti mentek az Évával, akkor én is. Én ugyanúgy viszem tovább az én dolgom. Köszönöm, hogy emlékszik a protonmérési időszakra, és hogy ez miért használták a protonmérséget, hogy ennek azok, mennyiben jelentek ez előnyös csapatnak. Igazából nem jelentett, mert már a legkezdetén jelentkeztek problémák, tehát emlőni egyáltalán nem tudott működni, úgy emlékszek. Hogy ez miért vetődött föl a protonmérséget? Ezt nem tudom már. Köszönöm. A protonmért azt még az apostoli magyar királyság, ők javasolták a belépés. Igen. Göt vagy a királyságos csapat Igen. javasolta, Így van. Igen. Hát a regisztrációnál, vagy nem tudom, igazából alig használtuk, mert ahogy az Áron is mondta, nem sokáig működött, mert nem lehetett belépni, sőt, nem volt jó egyáltalán. Szóval nekik kellett a regisztrációhoz valamiért, nem tudom. Sok használtság, de hogy mi az előnye ennek, akkor ezt nem mondták, hát, hogy ezt nem terült ki számunkra, mert igazából már az elejétől kezdve rosszul működött, tehát még belépni is alig tudtunk. Arról tudod, hogy ez a protonmail, ez elvileg lehallgathatatlan, megfigyelhetetlen valami. Hát, olyasmi, mint a szignál, ami nem fog rém tudni.
mi most már itt a tárgyalóban szerintem... Hát szerintem én is csak azt tudom elmondani, amit az Imre, nincs ilyen, hogy lehallgathatatlan, úgyhogy ebben nem gondoltunk bele, vagy ha esetleg valaki ez miatt akarta, hogy ezért lépjünk be, ez... Tehát mi nem azért léptünk be nyilván, hát mi... Tudod róla ön arról, hogy ezt elvileg erre találták ki, vagy erre találták ki, vagy ezzel... Nem, erről nem tudtam, ezeket most hallottam. Köszönöm. Másrészt szerintem nincs ilyen, ne cseréljük meg a rendeliséget. Ha a hetedben viszont a hatod rendelet, már úgy veszem, hogy nincs, persze lehet újra, de akkor inkább cseréljük meg helyet, akkor hogy kívül jobb oldalon meg a bal oldalon, vagy meg úgy tudom kérdezni, hogy hatod rendelet, hetedben rendelet, szörünk vele. Harmad, ötöd rendeletnél ebben. Akkor... Megyünk tovább. 13. oldal, utolsó 14. oldal, első és második bekezdése. Szuper. Csak egy gondolat maradt ki, most emlékszem, a várta elhangzott, csak arra nem reagált senki. Tényleg csak egy gondolat, hogy azzal, hogy szeptemberben, mint hogy itt elhangzott, összeült egy bírósági ülés, és mindenki egyöntetőleg eldöntötte, hogy Ági a bátornak se, hogy ti vagytok a szülők, az anya férfi, az apa nő, hanem hogy ti vagytok a szülők, és ezt még a Mózes ügyvéd is akarta, ezzel a várban elhangzott dolgok nem álltak meg. Tehát az, hogy összeült szeptemberben egy találkozó, attól nem kapták vissza Ágiék a gyereküket. És az nem az volt, hogy szeptemberben volt egy váltó, és akkor én onnantól kezdve elkezdtem államellenessé fajolni, vagy nem tudom, hogy a pontos dinamikája itt az ügyészi gondolkodásban. Tehát, hogy átcsaptam államellenessé. Ez nem kapták vissza a gyereket, sőt, szó sem volt róla, hogy a közöljövőre visszakapják, sőt a bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a rákövetkezendő év, talán május vagy júniusára került vissza a kicsi. Tehát ezzel, azzal, hogy most leírtak egy ilyen blödséget, ezzel nem oldódott meg semmi. Úgyhogy csak azt akartam le, ezt a gondolatot nem akartam elengedni, hogy ez így volt, mert nem így. Részletek a készfelétel, másnak nincs. Tehát az is van, megjelölt részek. Postaimre első, hogy Kovács Ágnes a második, és Ferenc Ilyenkus Emlő harmadányú vádlottal, Bíkörben folytatott tevékenységük keretében új alkotmányt fogalmaztak meg, mely a MAG társadalmát, azaz a szervezet alapú társadalmi rend, társadalmi rend alapelvei, illetve a nemzetünk ősi igazságos rendjének alapelvei, az a szokásjogon alapuló boldogasszony országának Szent Korona alkotmány józan magyar paraszti észnyelvén megfogalmazva a címet adta. Az alkotmányos alapelvek 8-as pontja kimondta, hogy a társadalom minden tagja legjobb tudása szerint vállal a felelősséget a közös jövőért, mindazzal szemben, aki vagy ami megsérti az alkotmányos alapelvek előző pontokban megfogalmazott értékrendjét, joga és kötelessége a hűtlenség vágya nélkül akár élete árán is ellentmondani és ellenállni. Magyarország alkotmányos rendjével szemben az állaték azt tartalmazta, hogy az 1-es 8-as pontokat a megszűnt alkotmányos jogfolytonosság helyreállításával lehet érvényesíteni, enélkül nincs és nem is lehet életképes nemzet, törvényes magyar állam. A helyreállítás létrejött hatályos jogszabályokat és nemzetközi szerződéseket felül kell vizsgálni, hasonlóképpen kell eljárni, ha ezen elnek bármilyen erőszakos okból csordulnának. És ehhez a 9.4.3 20-as oldalát ismertetem. Akkor kiraktuk bizonyítékot. Ez a Kovács Áron Dezső másodrendi vádlottnál tartott kutatásnál feltalált dolgok közé tartozik. Elolvasom. Nemzetünk ősi, nem csak a 20-as lesz ez, hanem a 21-es is. Nemzetünk ősi igazságos rendjének alapelvei, pontos lesz, hogy az a szokásjogon alapuló boldogasszony országának Szent Korona alkotmánya.
idézőjelben, józan magyar paraszti és nyelven megfogalmazva. Egyes pont. A magyar nemzet a magnétét képviseli. Értékrendje a szellem felsőbbrendűségét vallja az anyag fölött. Ezen értékrend a boldog, örömteli élet elsődlegességét célozva kifejezi az ősi, magyar közösségalkotással kapcsolatos alábbi igazságos elveket, melyek nemzedékről nemzedékre szállóan meghatározták létünket. Kettes pont. A magyar nemzet egészét beleértve a múlt, jelen és jövő nemzedékei, azok közös tudatát Szent Korona névvel illeti. Szent Korona létező és örök. Más népek tagjai is Szent Korona tagsággal bírhatnak, ha vállalják a közös alapelveket és ezek folyamatos védelmét. Őket taggá válásig csak a vendégük illeti meg. A lehetőségek és kötelezettségek egységében Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon a szabadságban él. Emberi méltósággal, ahol él, lakhatással, megélhetéssel és aktív képviselettel bír, aki kötelezettségeit teljesíti, Szent Korona, azaz a sorsközösségű társai felé a szeretet törvényét is figyelembe véve. Szent Korona uralmát Boldogasszony országa felett, ő felsége a magyar Szent Korona, mint a szakrális magyar királyok beavatott koronája jelképezi. Minden magyar közösség alapja a biológiai anya és apa és gyermekek szeretetteljes együttélését, a nemzedékek, zárójel Szent Korona továbbélését lehetővé tevő család. Szent Korona közösségei Boldogasszony égi irányítása alatt hármas vezetés kialakításában biztosítják a közösségi vezetés igazságosságát. A közösségi tevékenység és vezetés egyéni feladat és felelősség vállalással történik, közösségi ellenőrzés és számonkérés mellett. Az új nemzedékek oktatásának célja az egyének egymás közötti kapcsolódását, együttműködését és alkotókészségét erősíteni, és ezzel az egyéni fejlődést, az általános tudati és erkölcsi szintet emelni. Szent Korona tagjai a közjó szolgálatára és védelmére Szent Korona alkotmánya alapján alulról építkező, önrendelkező közösségeket, államokat hozhatnak létre. Az állam feladata Szent Korona tagjainak teljes körű védelme. Az igazság szabadtát tesz. Elvét az államműködés minden területén alkalmazni kell. Szent Korona államai egy adott történelmi időszakban Szent Korona alkotmányából levezetett alaptörvény szerint működnek. Fontos kérdések eldöntését minden szinten a közösséggel együtt kidolgozott döntési változatokról való népszavazással kell megerősíteni. Minden Szent Korona tagnak kötelessége részt venni a népszavazásokon. Boldogasszony országában államalapító nemzet a magyar. Államalkotó lehet az a nemzet, amelynek tagjai elfogadva a Szent Korona értékrendjét és vállalva annak folyamatos védelmét, műveltségének helyet kapott Szent Korona országainak területe. A természetben, a föld felszínén, a föld alatt és felett lévő természeti javak, föld, levegő, víz, ásványok, Szent Korona örök, elidegethetetlen köztulajdonai. Ezeket csak Szent Korona tagjai a közjó szolgálatukkal arányosan birtokolhatják. Ütlenség vagy magszakadás esetén minden birtok visszaszáll a Szent Koronára. A magyar nemzedékek által létrehozott anyagi és szellemi értékek, például az ősi nyelv és írás, termelési módszer, nemesített növények, állatok Szent Korona védelmét élvezik. Szent Korona tagjai vállalják a felelősséget az élő természet iránt, törekedve a természettel való összhangra. Senki, még az állam sem szerezhet kizárólagos rendelkezési jogot Szent Korona tulajdonai felett. Az állam csupán a birtok kezelője lehet. Ez kevesebb, mint a birtok jog. A közösség felhatalmazásával hozhat döntéseket, hogy a közjó érdekében használja fel a természeti javakat. A birtokos felelőssége a birtokot megőrizni, rendeltetésszerűen a Szent Korona és a helyi közösség érdekében összhangban pedig egyeztetett módon használni, működtetni, fejleszteni. Egyedül a tisztességesen szerzett birtok értékesíthető kizárólag Szent Korona tagnak. A szükségletek lehető legnagyobb részénél törekedni kell a helyi szinten történő megoldásra. Szent Korona minden tagja legjobb tudása szerint vállal a felelősséget Szent Korona jövőjéért. Mindazzal szemben, aki vagy ami megsérti a Szent Korona alkotmányának az előző pontokban megfogalmazott értékrendét, joga a hűtlenség vágya nélkül, élete árán is ellentmondani és ellenállam. Zerrabék.
Az 1-es, 8-as pontokat a megszűnt alkotmányos jogfolytonosság helyreállításában lehet érvényesíteni. Enélkül nincs és nem is lehet életképes nemzet, a törvényes magyar állam. A helyreállításig létrejött hatályos szabályokat és nemzetközi szerződéseket felül kell vizsgálni, hasonlóképpen kell eljárni, ha ezen elvek bármilyen erőszakosokból csordulnára. Aztán a következő. A MAP társadalmának, azaz a szeretet alapú társadalmi rend alkotmányos alapelvei. 1-es pont. A MAP népének, a magyarosságnak szeretet alapú és igazságos társadalmi rendje a mellérendelés elvére, a szellem, lélek, test egységére és egyensúlyára épül. Az ennek megfelelő értékrend a boldog, örömteli élet elsődlegességét célozva kifejezi az ősi közösség alkotással kapcsolatos alábbi igazságos alapelveket, melyek nemzedékről nemzedékre szállóan meghatározzák létünket. A MAP társadalmának szerves részei a múlt, jelen és a jövő nemzedékei, valamint azok közös tudata. Más népek is tagjai a MAP tagsággal bírhatnak, ha vállalják az itt lefektetett közös alapelveket, és ezek folyamatos tétlenül. Őket taggá válásig csak a vendégük illeti meg. A lehetőségek és a kötelezettségek egységében a MAP társadalmának minden tagja egy és ugyanaz szabadságban. Az élethez való jog mindenkit a fogantatástól megillet, az emberi méltóság sérthetett. Azon közösségi tagokat, akik kötelezettségéket a tőlük elvárható mértékben sors közösségi társaik felé teljesítik, lakóhelyükön lakhatás, megélhetés és aktív képviselet illetileg. Minden a hármasban, minden magyar közösség alapja biológiai anya is, akkor a gyermekek szeretetteljes együttélését, a nemzedékek továbbélését lehetővé tenni család. A társadalomban a hármas vezetés kialakítása biztosítja a közösségi vezetés igazságosságát. Közösségi tevékenység és vezetés egyéni feladat és felelősség vállalással történik közösségi ellenőrzés és számonkérés mellett. Mindez szeretetteljes, őszinte nyilvános és folyamatos visszajelzéssel segítve. Születésétől kezdve a társadalom mindenkit támogat, hogy megtalálja tehetségét és helyét életünkre során. Az új nemzedékek mutatásának célja az egyének egymás közötti kapcsolódását, együttműködését és alkotókészségét erősíteni, és ezzel az egyéni fejlődést, az általános tudati és erkölcsi szintet emelni. A MAP társadalom tagjai az alapelvek alapján alulról építkező, önrendelkező közösségeket, államokat hozhatnak létre. Az állam feladata a béke támogatása a világon és a társadalom tagjainak teljes körű védelme, a helyi közösségek aktív bevonásával és részvételével. Megint csak az igazság szabaddá tesz, ezért az állam működés minden területén alkalmazni kell. A MAP társadalom államait adott történelmi időszakban az alapelvekből levezetett alaptörvény szerint működ. Fontos kérdések eldöntését minden szinten a közösséggel együtt kidolgozott döntési változatokról való népszavazással kell megerősíteni, a MAP társadalom minden tagjának kötelessége részt venni a népszavazásokon. Magyarországon államalapító nemzet a magyar. Államalapító lehet az a nemzet, amelynek tagjai MAP tagsággal bírnak és műveltségnek helyet kapott a MAP államok területén. A természetben, a föld felszínén, a föld alatt felett lévő természeti javak, földnevekű ásványok, a MAP társadalom örök elégedett közjóhagyja. Ezeket csak a MAP társadalom tagjai közjó pontból folytatódik ugyanúgy. Ahogy az előző pontokban ismertetetten és változatlanul a Szent Korona helyében épp a MAP társadalom egy helyét meg benne maradt Magyarország. És ugyanaz a 8-as pont is, és ugyanaz az áradék is, amit ismertettem. Tehát a társadalom minden tagja legjobb tudomása szerint vállal a felelősséget a közös jövőért, mindazzal szemben, aki vagy ami megsérti az alkotmányos alapelvek előző pontban megfogalmazott értékrendjét, joga és kötelessége, hitlenség vágya nélkül akár életreállat is ellent mondani és ellenállni. Helyreállítás, ugye a megszűnt alkotmányos jogfolytonosság véget, és a helyreállítás, amit létrejött, a felületet vizsgálni a jogszabályokat, nemzetközi szerződéseket, és akkor is, ha bármilyen erőszakos módon csordulnának a fenti eszmék elvek. Azaz valaki platizál, mert hol mag, hol Szent Korona, hol Boldogasszony, olykor Magyarország is. De ez a két dokumentum, hogy nem szóról szóra megegyezik, csak átnevezések vannak. És ezek a dokumentumok azok, amelyek tehát a
házkutatás-kutatás során Kovácsáron Ezsőtől kerültek felfoglalásra. Van az ismert, hogy a kiratokkal kapcsolatban ügyész íz, vagy itt a védelmi szerintes. Igen. Azt szeretném megjegyezni első körbe, hogy ezt a dokumentumot nem az első-másod-harmadrendű vádat fogalmazta meg, és nem is tekinthető alkotmánynak, ez egy egyszerű dokument. Azt, hogy valamit másodrendű vádattól fogalmaznak le, az nem azt jelenti, hogy azt akkor első, másod és harmadrendű vádat is fogalmazta meg. Ezen felül a MAG a B-körtől elkülönülő teljesen másik mozgalom. Az iratot, ha jól emlékszem, a Végkatáborban kaphatta Kovács Állat Rezső. E körben pedig van bizonyítási indítványa is, hogy a Varga Ákos és a Lőrinc házaspár kihallgatására irányuló indítványunk egyik lényege, hogy ők ebből a körből érkeztek, tehát adott esetben ők tudnának nyilatkozni arról, hogy mi ez az irat, és hogy került a körösök kezébe. Köszönöm. Szerintem abszolút egybeesik az első rendi vévé szerintem, amit külön nem kívánok ebben szerepelni. Harmad, csatlakozik, első rendi vádlott részre vétele, ezeket tudatokkal kapcsolatosan. Én szerintem, hogy szerintem erről már beszélgettünk. Már az elkövetési magatartás szerintem Gici Gábor mag mozgalmára tevődött át, és Gici Gábor is furcsa körülmények között elrohadta a csillagos lény. Úgyhogy ő már nem tud nyilatkozni konkrétan az ügyről, de a Szent Korona alkotmányosok szóba kerültek. Én nem tudom, hogy kell formailag kinézni egy alkotmánynak, én nem írtam ilyet, mint ahogy Himnusz sem sikerült írnom, és már nem is fogom, nincs kinek. Ennek a írásnak semmi köze nincsen hozzánk ezt a nyilatkozni. Bár én is őrzök nagyon sok olyan papírt, amit egyes-egyes találkozókon kaptam, ilyen pamfletteket, kiáltványokat, régi MDF-es, nem tudom, amit nem tudom, hogy ez most lehet, hogy előttől még probléma az előre. Erről így ebben a formában én is a kihallgatásokon találkoztam. Köszönöm. Először. Egyébként egy kérdésem van, hogy magát a P-körnek akkor ezek a dokumentumok nem részei, volt-e alkotmánya a P-körnek, vagy tervezett? Nem volt, és eszünk ágában sem volt. Az MFNK-s kiadvány, meg a rendelet, ez az, ami semmilyen, még a NFNK-nak sem volt semmi alkotmánya, mondtam, az is egy elméleti konstrukció, amely azt tárgyaltuk, ami nem a hatalom megdöntésével, hanem ha a káosz lenne, akkor az értelmes emberek... Kettő iratól kívül, hiszen az egyik az MFNK állat, az 2010-ben készült, ezt is kívül, másik a rendeletnek kívül, akkor így fogalmazott. A rendeletnek azért született. Azt is értettem, de hadd tegyem fel a kérdésemet. A rendeleten kívül van-e még olyan irat, ami olyan jellegű, mint a rendelet, vagy egyféle valami alkotmányos? Nem tudok róla, az ügyészségbe csatolta volna. Régen is nagyon sok többen csatlakoztak, vagy voltak, tartoztak ehhez a szellemi körhöz, hogy ki micsodát írogatott, az mindenkinek a magán. Ugye én nem kezeltem egyetlen egy iratot sem. Önök voltak-e magtagok? Nem, én magkal az másra nyártam. Vagy ez a Szent Korona, ez egy másik csoport? Vagy hogy van ez? Hát vannak Szent Koronások, ők megkerestek párszor. És vannak a magosok is? Magosok is vannak, mászosok is vannak, meg sokféle. Tehát ez két külön szervezet, és akkor így, az öntudomása szerint. Igen. De semmi köze nincs a pizikről. Nincs. Mások nem kiváltott, öntől foglalták le ezeket a dolgokat. Hát, amiket mi így megfogalmaztunk, leírtunk, hogy az elég jól dokumentált, tehát többünk gépéről is, pendrive-járól is megvannak az iratokban, tehát ami ezekben az iratokban nincs benne, az nem is volt. Most nyilván ennek a megtalálásának a körülményei nem mindegy, ugye, hogy ez nálam a papírszemétben volt, most ha ne... ez a mi alkotmányunk lenne, úgymond nyilván a falon kirakva lett volna bekereteztetve, de nem így történt. A lényeg, miért volt ez a lényeg, vagy hogy volt ez a
hogy kerültezett össze? Hát ahogy elmondtam, tehát így a Pékőre jöttek más csoportosulásokból is, és ők szórólapokat, a saját dolgaikat ott osztogatták, én ezt elraktam, de félre is raktam a... Nincsen. Ennyi. Készült-e olyan irat, ami lehet ugyanezt a 8 pontot, ugyanennek ugyanezt a záradékot, és akkor mondjuk behelyettesítjük a magtársadalmat, meg a Szent Koronát Pékőre? Nem, hát amit mondtam, amit leírtunk, az minden megvan, tehát minden nyomon követhető. Köszönöm szépen. Harmadrendi vádlottnak nincs észrevétel, további vádlottakat kevésbé érinti, de nincsen akkor észrevétel. Itt már eljutottunk oda, gyakorlatilag az ítélettel, mármint a szeptember a polgári ítélettel, amit ismertettem, hogy a vádiratnak olyan szakaszait veszik mostantól a mai tárgyalási határnapon, meg lehet, hogy a következő napon is, nem feltétlenül érintik önöket. Ha viszont nem akarnak elmenni, hanem úgyis végigkinik a tárgyalás, hogy mondta, nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, hanem akkor csak folytatom, de el akarnak menni, akkor jelezzék nekem, mert akkor figyelek erre, és elbocsátom meg a tárgyalásra. Harmadrendű védő meg úgyis itt van, úgyhogy a 6-7-et rendű védő, ha lenne külön, akkor én elbocsátom. Maradnak, akkor inkább? Jó. Ha el akarnak menni, jelentkezzenek, mert így fogok. Így tudok csinálni a kármire. Szünetet, de a szünetet pedig a kulcsi videó megtekintés, ez egy nagyobb rész lesz, nem is fogunk vele végezni. Hát, elfogadó parancs kapcsán, ugye az értesítő kiállítás is fogunk az alapban megtekinteni. Hogy akkor egy óra, akkor fél egykor folytatódik a tárgyalás, és a kulcsi videóval kapcsolatosan nekünk megrészítünk.